Friss diplomásként köszönhettük Paján Viktort. Az FTC Népligeti Sportközpont létesítmény vezetője ugyanis jeles eredménnyel végzett az Edutus főiskola létesítménygazdálkodó szakán. Abban a közegben, ahol én felnőttem, ott egy minimális elvárás volt, hogy az ember diplomázzon, és ez mint egy ilyen pozitív spirál, ez egy ilyen öngerjesztő folyamatként mindenkit arra ösztönzött, hogy ne álljon meg egy-egy diplománál, hanem menni folyamatosan, és tulajdonképpen ez a folyamatos tanulásnak az ilyen kulcsgondolata, amiből egy idő után már hiába kerültem ki ebből a vízilabdás sportközegből, maga ez a szemlélet, ez ugyanúgy megmaradt bennem, és ezt egyébként nagyon fontosnak is tartom. A hasonló képzések az elmúlt években újdonságnak számítanak Magyarországon, elvégzése pedig az elméleti tudás és a megszerzett gyakorlati tapasztalat egészséges egyensúlyát biztosítja létesítményvezetőnk számára. Az a fajta munka, amit mi itt végzünk, az a létesítményvezetés, de ez valójában tartalmaz projektmenedzsmentet, sportberuházásoknak a teljes kitalálását, végigcsinálását, lezárását. Ez azért egy olyan új helyzet volt a piacon, amire igazán célzott oktatás nem nagyon volt. Ugye ezekkel a projektekkel rengeteg új szakma jelent meg, rengeteg új képességet kellett magunkra szedni, amit a munka során ezeket megtettük a kollégáinkkal, de úgy éreztem, hogy ennek keretet kell adni azzal, hogy egy szakirányú diplomát elvégzett. Hey you. 1% a jövő fradiáért. Én vagy. Hey you. 1% az utánpótlásunkért. Hey you. Támogasd a Fradit. Én vagy. Do you like? Támogasd adod 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% egy cél, 1000 tehetség. Hajrá, Fradi! Én van!